Az előző részben megbeszéltük, hogy mik az ingatlanadásvétel részletei, és hogy valójában hogyan zajlik egy ingatlanadásvétel. Most viszont beszéljük meg azt, hogy mik ezeknek a biztosítékai, és kezdjük azzal, hogy mi egy foglaló és egy előleg között a különbség. Foglaló és előleg. Magam is tapasztaltam már a perekben, hogy keveredik ennek a két fogalomnak a tartalma a köztudatban. Mind a kettő ugye kapcsolódik ahhoz az adásvételi szerződéshez, kapcsolódhat ahhoz az adásvételi szerződéshez, amelyről az előző műsorokban azt gondolom elég részletesen beszéltünk. Meg szeretnénk vásárolni egy ingatlant, biztosak akarunk lenni abban, hogy ez az ingatlan a miénk lesz és nem másé, és akkor foglalót adunk érte, vagy előleget adunk érte. Ugye a vevő fizeti a foglalót is, és az előleget is. Egy közös van a két jogintézményben az, hogy amennyiben az adásvétel teljesedésbe megy, mind a foglalónak, mind az előlegnek az összege bele fog számítani a vételárba. Na de nem mindegy, hogy mi van akkor, hogyha az adásvételi szerződés meghiúsul, akkor hogyan alakul ezeknek a mind a foglalónak, mind az előlegnek az összege. Vegyük a példát, a vevő átadja a 100 000 forint foglalót az eladónak, de inkább korrigálnék, és azt mondanám, hogy 1 millió forintot, mert vegyünk egy 10 millió forintos ingatlanárat, a foglaló mértéke általában 10%, 1 millió forintot átad foglalónak. Abban az esetben, hogyha a vevő meggondolja magát, és mégsem kívánja ezt az ingatlant megvásárolni, akkor a foglalót elveszti, ez a foglaló a eladónál fog maradni. Abban az esetben, ha az eladó gondolja meg magát, akkor nála nagyobb veszteség következik be, mert ennek a foglalónak a kétszerese, tehát 2 millió forint fog visszajárni a vevőnek. Az előleg ezzel szemben annyiban kedvezőbb, hogy az minden esetben visszajár a vevőnek. De mi van akkor, hogyha egyik fél sem felelős mondjuk az adásvételnek a meghiúsulásáért, ne adja Isten, egy árvíz elmossa az ingatlant, na ilyen esetre vonatkozik az, amikor azt mondjuk, hogy a foglaló akkor is visszajár a vevőnek, hogyha rajta kívülálló ok miatt történik meg a meghiúsulás. Nagyon fontos, hogy és minden szerződésnél, ugye most a szerződéseket vesszük át a műsorban, mindig minden szerződést olvassunk el, ne sajnáljuk rá az időt, ha kell, akkor vigyük haza, egy nap gondolkodási időt kérjünk, hisz a polgári jogban nincs kényszer arra néz, hogy egy szerződést alá kell, hogy írjunk. Tehát olvassuk el, hogy a szerződésben mit írunk oda, foglaló vagy előleg, mert ugye nem mindegy, hogy mi szerepel benne. Az a lényeg, hogy foglalóról csak akkor beszélhetünk, hogyha a foglaló szó benne van kimondottan így a szerződésben. Ha a foglaló nem szerepel a ilyen néven megnevezésre és leírásra egy szerződésben, akkor az átadott összeget mindig előlegnek tekintjük. Egy másik biztosíték, és ugye ez főleg egy harmadik fél számára lehet veszélyes, ez a kezesség. Ennek is van több fajtája, de kezdjük azzal, hogy mik a veszélyei egyáltalán. Hát veszélyei. Nagyon jó a megfogalmazás. Rengeteg veszélye van a kezességnek. Mert hogy mikor is beszélünk kezességről? Ingatlan adásvételi szerződésben vagyunk már, azt hiszem ez a harmadik adás, hát nem lehet erről eleget beszélni. Szeretnénk kölcsönt felvenni, és azt mondja a pénzintézet, hogy adok neked vevő kölcsönt, csak hozzál nekem egy kezest. Mi történik ilyenkor leggyakrabban? Családtag, barát, barátnő, barátnőt kér meg a vevő arra, hogy idézően gyere már el nekem kezesnek. Ugye van eleve egy bizalmi viszony ilyenkor a leendő vevő, az adós és a leendő kezes között, bemegy a bankba, és tipikusan ezeket a gondolatokat azért így mondom, mert perekből szerzett tapasztalatok mondatják velem ezeket a mondatokat. A barát jóhiszeműen bemegy a bankba, elétárnak egy okiratot, és elolvasás nélkül aláírja azért, mert nem tulajdonít annak jelentőséget, hisz a haveromnak, a testvéremnek, a sógoromnak megyek el kezesnek, és biztos, hogy nem lesz ebből semmi gond. Hát dehogy is nem lesz gond, veszély van ebben. Mi is a veszély? Hát az, hogy ha az adós nem fizet, akkor a kezes fog helyette fizetni. Kétfajta kezesség van, az egyik a két leggyakori formája a készfizető kezesség és a sortartásnak a kezessége. Itt a készfizető kezességnek van a legnagyobb veszélye, és amikor elolvassuk a kezesi szerződést, mert ugye írásban fog ez is megkötetni, ennek a szónak, hogy készfizető kezesség benne kell lennie így a szerződésben, ha ez így nincs benne, akkor a kezesi felelősség az nem ez a veszélyesebb kezesség lesz, mert mit is jelent a készfizető kezesség?
a kezes ebben az esetben nem mondhatja azt a banknak, hogy először próbáld már meg behajtani az adóstól, és ha az nem lesz eredményes, akkor majd én fizetek. Ilyet nem kérhet ebben az esetben az adós, hogyha készfizető kezességet vállal, tehát ez jár a legnagyobb kockázattal. Abban az esetben, hogyha a készfizető kezes fizet vissza valamennyi összeget, ezt követelheti-e később? Igen, ez is perek sokasságát indítja el, és akkor hagyj ragadjam meg itt is, hogy egy kicsit eljárás jogilag utaljak újdonságokra. Tegyük fel, az adós nem fizet, a készfizető kezestől a bank levon 2,5 millió forintot. Hogy kérheti ezt az összeget vissza a kezes az adóstól? Hát úgy, hogy beperli. De ebben az esetben, mivel 3 millió forint alatt van az a követelés, amit ő megfizetett az adós helyett a banknak, ez fizetési meghagyásos eljárás keretében érvényesítheti, tehát a közjegyzőhöz megy be, és a közjegyző kibocsátja a fizetési meghagyást. Nyilvánvalóan, ha ez ellen ellenmondással fog érni az adós, akkor perré alakul, de ennek egyfajta előlépése ez a fizetési meghagyásos eljárás, ha 3 millió forint alatti összegről beszélünk. Hogy egy kicsit segítsünk is a nézőknek, hogyha valaki már vállalt kezességet, hogyan szabadulhat meg ettől? Hát nyilvánvalóan ez attól függ, hogy a kezességet határozott időre vállalta, vagy határozatlan időre vállalta, illetőleg a legegyszerűbben akkor szabadulhat meg a kezességtől, hogyha az adós szépen rendjében visszafizette a tartozását. Abban az esetben is szabadul a kezes, hogyha az a kölcsönszerződés érvénytelenné semmissé válik, amelyet az adós kötött, ebben az esetben szabadul. Abban az esetben, hogyha határozott időre kötötte meg a kezesi szerződést, akkor a határozott idő lejártával szabadul a kezességtől, illetve joga van arra a kezesnek, hogy próbáljon meg a bankkal egyezkedni, annak érdekében, hogy őt engedje el, mint kezes, na de ennek hát van egy feltétele az, hogy kell egy másik kezes helyette, ugye ezt az adósnak kell állítani, és hát azért ez már mindig problematikát vet fel, hogy találok én-e a kezesem helyett egy másik kezest. Abban az esetben, hogyha határozatlan időre vállalta valaki a kezességet és az adóssal szemben fennálló valamennyi követelésért, akkor van egy 3 hónapos felmondási idő, amely lehetőséget biztosít az ettől való szabadulásra. Egyébként ez örökölhető tartozás, a kezesség? Ez attól függ, ugye itt most arra irányul a kérdés, hogy a kezes meghal, és akkor ugye ott vagyunk egy hagyatéki eljárásban, és az örökösökkel mi történik. Hát a jobbik eset az, amikor meghal a kezes halálának az időpontjáig az adós a kölcsönszerződést szépen fizette, és semmi probléma nem volt a törlesztéssel, de ha a kezes halálának az időpontjáig az adós a fizetési kötelezettségének nem tett eleget, a kezes halálának az időpontjáig a bank már szólt a kezesnek, hogy felhívom a figyelmed arra is figyelmeztetlek, hogy az adósod nem fizetett, ezért neked kell fizetni, akkor nyilvánvalóan ezen összeg erejéig az örökösöknek helytállási kötelezettsége van. Azt gondolom, hogy akkor a leggyakoribb ingatlanadásvételt érintő témákról beszéltünk. A következő részekben pedig áttérünk majd a bérlésről, az albérletről, valamint az ingóság és a gépjármű adásvételre.